Üdvözlünk mindenkit hatalmas nagy szeretettel, sziasztok, én Győri Zoltán vagyok. Én pedig Győri Nádai Réka, sziasztok. És ez itt a Mit játszunk log, a következőkben pedig a Hotel című társasjátékkal fogunk játszani. Gyerekkorunk legnagyobb kedvence, legalábbis az én gyerekkorom legnagyobb kedvence volt a Hotel, amit hát ma már egy kicsit más szemmel nézünk, mint akkoriban. De hát azt kell, hogy mondjam, hogy én hatalmas izgalommal várom ezt a partit már napok óta, úgyhogy kiosztottuk a kis papírpénzeket, és készen állunk, hogy megvegyük a prezidentet, vagy hát az etolát akartam mondani, de a prezident persze az lényeg. Biztos, hogy lesznek ebben a részben trollkodások, és a fun faktort igyekszünk egy picit. A kéhömpöly, amely jellemezte ezt az egész játékot, ez rögtön a szabály újraolvasásával kezdődött. Én háromnál hagytam abba a számlást, hogy mit játszottunk rosszul, vagy mire emlékszem, hogy mi rosszul játszottunk. Én csak felhívom a figyelmeteket, hogy ez a szabály nem egyszerűen, ez nem fekete-fehér, ez fehér-kék. És nem is szabály, ha csak szabály lenne. De nem szabály. Ez használati utasítás. Mint egy mosógéphez. Rettenetes. Tényleg. Ja, és ami még a kedvencem, de tényleg, hogy jobbra lapozódik. Tehát, hogy nem úgy van, hogy ahogy normálisan egy könyvet kinyitunk, hogy balra, hanem jobbra lapozódik. Igen, mert a hátoldalán már más van. Katasztrófa az egész, úgy, ahogy van. Hát 97-es kiadású történet. Gyermekkoromban hatalmas nagy spórolás eredménye volt ez a játék. Rengeteg partit beletettünk. Azt hiszem, a Waikiki egyik szállodai pöcke tört le, de azt hiszem, hogy a nagyon-nagyon szép múzeális állapotban van. Annyira óvtuk, becsültük ezt a játékot, hogy nem mertük ragasztani. Egyébként nagyon szép állapotban van tényleg, szóval. Igen, komoly játék szabálytalanulások után még mindig benne van az a lehetőség, hogy valamit rosszul játszanak ebben a játékban. Elnézéseteket kérnénk, hogy valamit benéztünk volna. A kezdőpénzt leosztottuk. Igen. Kezdőjátékosként most kérlek, tedd meg azt, amit gyermekkorunkban oly sokszor tettünk meg. Dobj és lépj. Ez az. Köszi. Egy. Ez az, így kell elindulni. Ja, és az egyen még csak erre a sávra tudok lépni. Igen? Igen. Tuti? Én úgy emlékszem, igen. De megnézem. Megnézzük. Ír. Egyébként külön nem tér ki, hogy két játékos esetén mi a helyzet. Hova kerültél? Ő azt mondja, hogy 2-4 játékos, a végén említi, hogyha ketten maradtatok a játékban, akkor nincs az áthaladásonkénti 2000 pénz. Nem tudom, hogyha ketten indítjuk a játékot, akkor van-e ez a 2000 pénz? Nem tudom, na mindegy. Én úgy emlékszem, hogy erre is rá kell lépni erre a nyíra. Nem írja? Nem tudom. Nem látom. Szerintem lehessen már itt a Fujiamán semmit sem csinálni, ha már. Fujiamán? Jó. Igen. Akkor nem csináljuk. Ja, és nem tudunk egymásra lépni. Nem egymásra, nem átcsusszanunk egymásra. Slisszanunk egymásra. A játék vége azt mondja, hogy ha ketten játszunk, akkor nincs ez a 2000-es történet. Javaslom, játszunk úgy, hogy nem rögtön kapunk még 2000 pénzt, hanem folytogat is egymásból próbálunk meg az Jó, oké. Jó. Jó, és akkor egymásból. Durván akarod? Dobjak 6-ost, ez az, még egyszer én jövök! Megcsinálom az ügyleteimet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingyen bejárat, de hova teszed? Nincs is neked hova tenni, csak akkor teheted le, ha van épületed, nem? Oda teheted. Nézzük meg a szabályt. Ez be fog állni az egész. Várjál. Az ingyen bejárat? Hogy kell ez? Anyám. Mint valami régi turista térképet itt. Ingyenes bejárat. Ha erre a mezőre lépsz, bármelyik épülő szállodáthoz tehetsz bejáratot. Van épülő szállodád? Nincs. Csicskítalak. Tedd vissza. Tedd azonnal vissza. Na, még egyszer én jövöm. 1, 2, 3, 4. Ingyen épület! Láttam már, hogy imádni fogom ezt. Van telkem? Nincs telkem? Van ingyen épületem? Nincs ingyen épületem. Tedd az épületet a popidba. Fúj, Ameri szag van, Ameri nélkül. Oh. 2. Nézd meg, hova léptem építésre. Most azonnal veszek egy telket. Nem. A pénzes a pénzes. Akkor minek léptem oda? 6! Sűvített. Zoli, majd létes, számoljátok és írjátok meg kommentben, hogy Zoli hányszor dobott 6-ost ebben? Nem tudok semmi sem csinálni. 1, 2, 3. Nem tudok semmi sem csinálni. Most ez komoly, mert körbe rohantad az egész pályát? És semmit nem érek vele. De fejezd már be. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Na. Na, hogy megveszem a lötyót? Veszel lötyót? Megveszem a lötyót. Letoált. Letoált. Na, letoált. Igen. Tehát,
Mennyi a telek? 3000 a telek. 3000 a telek? Pénz? Neked 3000 pénz. 3000 pénz. Hát nem tudom, de mi az, hogy ez tényleg annyi, vagy most mondtál valamit? 3000, az van odaírva számokkal. És mi az ez a piros? Az mi is? A piros eladod. Na jó, megveszem. Igen. Megveszem, hát konfettihet. Ki fizetsz? Ki fizetlek. Köszönöm. Hát ide a lötyó. Tessék lötyó. Köszi. Legyen francia emberek vannak benne, gondolom. Virág francia emberek. Én meg mindjárt megvehetem a szafarit. A legbénább. Nem igaz, a szafari tök jó, én nyertem már szafarival, csak mondom. A szafari tök jó. Ott vannak az én krokodilok. Azért szafari van, és most spoiler. Lehetne az alcím ennek a játéknak, hölgyeim és uraim, aki a prezidentet megveszi, az nyer. A L'Étoile is erős. Nem erős, tele van épülettel. Ha megvan az L'Étoile, a Royal és a Safari, akkor van esélye. 6. Na. 4-5. Ugye számolj? Nem tudok semmit sem csinálni. Nem vagy? 4. Felejtsd el. 1, 2, 3, 4. Mennyi pénzem van? Én mindig úgy játszottam. Kapok ingyen bejáratot, te jössz. Tényleg? Ez jó. De jó szoprakozom! Kiskorúban, hogy így bedugdostam ezeket ide. Dugdossuk be. Dugdoss be? Jó. Na én jövök. 6. Figyelitek! Welcome to my world! 1, 2, 3, 4, 5, 6. De én most már tudok építeni, mert van lötyóm. Építs lötyót? Ennyi. Akarsz lötyót építeni? Akarok, mert hát különben hogy a francba lesz bármi is itt. Most az első épület, ez most komoly, hogy 3300-ba kerül. Hát ez baromi drága. Jön a játék legnagyobb varázslata. Hova bújtáltak kis Hunsfurt? Na de várjál, most behetek bejáratot is, nem? De? Bejáratot itt? Egyébként nem behetek bejáratot most, hogy építek. Mi úgy játszottuk, hogy amikor építettél, vettél egy bejáratot. Van a másik dobókocka, kettő dobókocka van, és van a másik Hunsfurt dobókocka. Itt. Oda bújtak kis Hunsfurt. Okay. Na, de most akkor behetek bejáratot, vagy nem? Először is nevezd meg, hogy mit szeretnél. A lötyó legnagyobb épületét akarom. Semmi más? Megépíteni. Mert lehetsz többet is. Hát... És egyesével dobsz ezzel a kis kockával. Most ez komoly. Igen. Hát az a baj, el fog adósodni a francba. Hát el. Nem itt nagyon fenyegetne téged az, hogy a pénzedet nálad fogod kötni. Kettőt építek. A legnagyobbat is egy... Mielőtt oda kerülne bármi. Jó, de várj, ez 5500 lenne egyébként, több drága. Nézzük meg, benyújtod a kérelmet, a be. Legnagyobb. Be. Benyújtottam. Zöld. Megépítheted a nagy épületet. Az kérlek 3003. Jó. Maradjunk ennyiben. Meg akarod építeni? Meg akarom építeni. Is. Kétszeres áron. Jó, akkor 3300 azért a főépületet szeretném megépíteni. Úristen, de drága. Na jó, itt egy ötös. Adjatok vissza. 3300. Igen. És akkor nem vehetek egy... De vehetek bejáratot. Nem vehetek. Bejáratot hivatalosan akkor, amikor átlépsz ott azon a vonalon. Vehetek. Nyilatkoznod kell, mit és hova akarsz építeni. Azután dobok. Igen. Ennyi. Igen, tehát a Terramisztika, a Gaia projekt, a... Ennyi, nem vehetek bejáratot. Bejáratot itt vehetsz, elhaladsz azon. Na jó, akkor ennyi. De akkor rakjuk föl szépen, úgy, tessék, ott van. Nos, elérkeztünk a játék legizgalmasabb és tényleg vitán felül leginnovatív, a legkülönlegesebb részéhez, amikor tényleg építés történik. A játékos megkapja azt az élményt, hogy az egyik itt látható szép épületek közül az egyiket a megfelelő helyére, 3D-ben. Hoppá. És 97-es játék? És nagyon sokat a tényleg az élmény, ez, hogy épül egy bizonyos világ, a játékosok közösen építik. No, de menjünk tovább. Oh. Hatos dobtál. Mi? Már megint én jövök? Igen. Közben te voltál? Nem. Miért nem voltál? Azért, mert hatos dobtál, még egyszer te jössz. Ezért tartok én ott. What a twist. 1, 2, 3. Megint vehetek. Hát... Royal with cheese. A Royal with cheese meg kéne venni, csak azért ellehetetlenítsem a leendő prezidentet. Mennyibe kerül a Royal? Pögd az összeget? Olcsót mondjál. Nincs pénzem. Neked? Igen. 2500 píz. Csak? Olcsóbb, mint a lötyó? Olcsóbb, mint a lötyó. Jó, megveszem. De nem fog tudni építeni. Na, a Royal. Egyelőre ki... Almozok. A lojál. A lojált megveszem, add ide a lojált. Úgy megverlek, mint a szemét, úgyhogy nem veszem meg a prezidentet. Ez lesz most a menet. Na tessék, itt az élveteg nő a pasiával itt. Ha!
Így ezért a medence parton, ez a Royal. Tessék. Kettő. Nem örülsz, hogy megvettem, mi? Teljesen. Srácok! Láttátok, láttátok, ti vagytok a szemtanúk. Tettem egy teljes kört ezen a pályán. Úgyhogy semmi anélkül, hogy nyertem ingyen bejáratot, ingyen épületet, építhettem volna. Semmi értelme. Tettem egy teljes kört, és semmi értelme nem volt. Tegyél még egyet, hát ha. Kettő. Köszike, építhetek. Áll is fel a kocsimon. Úristen, 3600 forint a Royal első épület. Ezért volt az én olcsó, ez egy átverés forint. Forint, 3600, igen. Forint. Forint. Jó, dollár. Millió, billió dollár. Nincs is annyi pénzem. Most akkor mit csináljak? Először meg kell gazdagodni. Sőt, tudod mi a plánál? Csak akkor vehetsz itt épületet. Ott bejáratot vehetsz. Bejáratot, hogyha van főépületed. Igen. De mivel először a főépületet építjük meg. Na most az a kérdésem, hogy egyébként hol vehetek bejáratot? Most akár építkezésen vagy, is? Vagy nyersz bejáratot, vagy itt. De nem, építkezésen is lehet, nem? Előbb nézted meg. De már rajta van a lapon. Igen, hogyha itt áthaladsz, akkor tudsz bejáratot venni. Tényleg? Hát ez elég szomi. Nem már. Én ezt nem akarom. Ez olyan gagyi. A nagy kedvenc példám az Uno című játék. Az Unót is ahány ház, annyi szokás, rengetegféleképpen játsszák, és egy tök jó élmény, amikor találkozunk valakikkel, és egyeztetjük az Uno szabályokat. Úgyhogy mindenkinek egyértelmű legyen fontos, hogy hogy játsszák azt a nyomorult játékot. Mennyire durva, most rájöttem valamire. Amikor te kettes dobsz, akkor is építened kell. Azt mondja, figyeljetek, a használati utasítás azt mondja, ha az engedélyt megkaptad az építésre, minden esetben építened, csaló. Kell. És kell. Így feketével ki van emelve, hogy kell. Még akkor is, ha további pénzt kell szerezned, lásd, árverés. Na, köhögjed ki a... Akkor be... Feltetődő. Azt mondtad, kettő épületet akarsz építeni, igen. Akkor most viszont 4400-at még úgy. Jó, de várjál, már minden alkalommal... Pengessél ki. Hol vannak a bejáratok? Nem hiszem el. Hogy a fenébe lehet bejárathoz jutni? Itt ez is fogok eludósodni. Na jó. Mit pengessek ki? 4400-at. Nem már! És akkor kapsz még egy épületet. De nem tudom kifizetni. Kell! Tök szar. De most azóta már vettem egy Royalt, most ez így nem igazságos. Most ezt engedjük el, de innentől kezdve így játsszuk. Hát a Royalt megvettem, hát most adjam vissza a Royalt. Akkor visszadom a Royalt és kifizetem, na? Az jó? Már tovább mentünk, benéztünk. Na, nem tudjuk ezt a játékot szabályos szerúgultani! Nem tudjuk! El fogjuk rontani, na. Kész. Már elrontottuk, kész. Ne is nézzetek tovább, menjetek! Egy költ sem mentünk, és már... Te már mentél! Ez egy fél dislike leiratkozás. Na, jól van. Menjél, csináld. Voltál? Akartál építettél? Most nem építettem, mert nem akarok. Nincs miből. Nincs kedvem. Le vagy égve, 6. Le vagyok égve. 1, 2, 3, 4, 5. Hát nem hiszem, hogy nincs egy bejáratom, hogy megszerezhessem a pénzedet. 2. Most akkor kaptál 2000-t. Nem. Miért nem? Két játékos esetén, bár nem egyértelműen hivatkozik rá a szabály, nem kapok pénzt. Most ez komoly, 2000? Két játékos esetén nincs pénz. Tényleg nincs pénz? Nincs pénz. Pénz nincs. Tess. Hát ez nagyon szomorú. És még mindig? Ezek a tárgyak, ez micsoda? Itt van egy ilyen csatornázás. Ingyen épület. Köszi! Tadá! Én szeretem ezt a játékot. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Én nem, te jössz. De merre áll az autód? Még mindig nem történt veled semmi? Semmi. 4. 1, 2, 3, 4. Tessék, most megvetném a Safarit, de minek? Vehetsz bejáratot. Na, most akkor veszek bejáratot. Na. Veszek a lötyóhoz bejáratot 250-ért. Egyet csak? Többet is vehetek? Többet is vehetsz. Erre fogsz jönni, így fogsz fizetni. Nézd. Nem, bocs, szállodánként egyet. Ja jó, akkor 250. Tessék, telik rá. Akkor vehetni a többet, hogyha több szállodár lenne. Mindegyik az egyet. Na, jól van. Hát, ha befújod a körülbelül szél, mi? Nem már! 5. Ne csaljál.
Elkezdtelek meg sajnálni. Nagyon rossz. Szány. Egy. Ingyen bejárat, köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm. Így. Várom a kis vendégeimet. Illetve álmban. Négy. Egy, kettő, három. A legszarabb épületet az összes közül, ami tényleg a Jézusom! Jézusom! Azt a mindenit! Hú, elkezdődött számomra is a játék. Na le. Döntés helyzetbe kerültem, hölgyeim és uraim. A két játékos első hivatalos döntés helyzete. Vásárol vagy nem vásárol? Akarsz venni? Mennyiért? 1500-ért. Akarok. Na, gondoltam. Egyébként, ha feltutuzod, felturbózod 6-osra, 6 éjszakát töltök ott és parkésben, akkor 1800 pénzt tudsz visszaszedni vele. Annyira. Viszont van egy szép indiai csaj az elején. Meg egy pasi. Több boldogok. Meg minden. Amikor kicsi voltam anyukám, amikor ezt úgy játszottuk, hogy így előadtuk. Kérsz? Kérek. Na, örülök, hogy beszálltál a játékba. Örvendetes látni. Egy. Hát bejárat, ezt mindenkit veszek. De megvárom, amíg fizetsz nálam, mert több pénzem nincs már. Egy bejáratot veszek kettőt. Nem vehetsz bejáratot ott. Jaj, francba. Akkor nem veszek semmit. Kettő. Vásárolok. Ne csináld. Taj Mahal főépületre szeretnék dobni. Csak a főépületre. Az 2400? Hogy éri ez meg? Tehát legoptimálisabb. Több, mint amit valaha tudsz vele szedni. Tényleg. De nagyon szép. Ez a játék. Viszont, szétesett, várja. De nagyon szép. Nézd, minek? Minek? Szép. Tehát egyszerűen minek? Minek? Ide, így. Minek? Tehát a büdös életben. Tehát számoljunk egy picit. Nézzük meg a matek részét a játéknak. Erről játékosként hébe-hóba érdekelnek a számok. Tehát. Te ez nincs összeragasztva. Csak így. Na most gondolj bele. Azt a pörkölődő rémálmot, hogyha egy kettesről dobnom ezzel az engedélykéréssel, hogy meg kell vennem dupla áron a főépületet, az 4800-ba kerülne. Legjobb esetben, ha van parkom, és minden egyes ótvar, büdös ótvar, kanyi vasamat oda költöttem a Taj Mahalra, és Réka méltóztatik 6-os dobni, akkor, ha pont oda lépett arra a rohadt bejáratra, amit egyébként teszem, hogy elkezdett elstipistopizni előlem, most már egyre kevesebb, most már legjobb esetben 3 lehet, mert a lötyóval ide fog nekem ide. Tehát ahogy ismerem a helyzetemet, egy darab bejárattal kell, majd 6-os dobassak vele, egy körben. És azt sem hozza vissza a főépület árát? Soha nem fogja visszahozni, csak a főépület árát. Főépülettel, ha 6-os dob, az 600 pénz. Jó, de majd még veszel valamit, na és akkor gazdag leszel. Na, gyerünk, menjünk jó, tovább. Jó, főépületet szeretnék meg. Annyi pénzed nem, van. Nem szabad főépületet. Majd ingyen fogok nyerni főépületet. Nem szabad pénzt beletenni a Taj Mahalba. Egyszerűen most megbukott ez a játék a Taj Mahal címkéért. Nem szabad. Nem, te jössz. Én jövök? Gyere. Az egy hobbi. Hatos nézd. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ez egy hobbi telek? Most hobbi megint telek. Építhetek, de nem akarok. Ha kapok ingyen épületet, oda lebefogom. Nem akarok, mert nincs pénzem. Te jössz. Nagyot szó lesz 5. Hát de már annyi ingyen tudtad kaptál. Hát most nem kapsz. Na. Nem lehet mindig kapni. Jó, hogy már. Viszont átlépted a bejárataimat, ez elég undorító dolog. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vegyem meg a prezident. Nem tudom megvenni egyébként. Mennyibe kerülne csak, hogy hadd sírjak? 5000. 3500. 3500. Biztos, hogy nincs annyi pénzem. 5. 1, 2, 3, 4, 5. A fucit is megveheted, vagy a bumerángot. Fuci álmát. Bumi? A bumi, vagy a fuci? Na. Mindkettőt hát nem lehet? Én a bumerángot 500 évén megóhajtam venni. Komolyan? Az egy jó vétel. Na jó. Az a kiköhögöm a... Akkor most van egy ausztrál és egy indiai helyed. Bumerángásomban. Egy, megyek, sem csinálok semmit. Milyen jó, hogy a játék többségében nem csinálunk semmit. Egy. Megóhajtam venni a bumeráng főépületét. Na ne. Te, miért nem nincsenek ezek összeragasztva?
Megvehetem, nem, dobok egyet rendesen. Rondon, de rendesen. Nem vehetem meg. Nem veheted meg. Sajnos még nem készült el. Te jössz. Minek kell tegyen újra dobni? Semmi nem történik. Vásároltam, de nincs pénzem. Ingyen bejáratom, amit letehet. Most, még, gyerekek, nem. Arra várok, hogy Zoli kölcsön nálam pénzt. Tehát gyakorlatilag erre várok. Most. Ez szörnyű. Szörnyű. Egy vásárolhatnék, ami már megvan. Azt. Meg a prezidentet. Mennyi pénzem van egyébként? 2, te jössz. 2500, 3, viszont pont 3000 fontom, vagy dollárom van. 2. 2. Vehetnék Waikikit is. De miért, minek, hova? Mibe kerül a Waikiki? 1. Megveszem a prezidentet. Menjél már fenébe! Add ide a prezident telkét. Nem! De. 3500. Kifizetem, itt a pénz. No. És most indul a hajsza, vagy a royal, vagy a prezident épül fel hamarabb. Nincsenek kétségeim. 5000 lesz a főépület, csak mondom, szívesen. Nos, és megragadnám az alkalmat, hogy bejelentsem, hogy nyertem. Megvettem a prezident telkét, úgyhogy... Amint felpöktem rá az épületet, onnantól kezdve már el sem vehető tőlem ez a telek, mert abban az esetben, hogyha légkörön állítanak, akkor megveszi tőlem azt a telket, de hát úgy sincs pénze, nem tudja, én meg ez úgy is át fogom ugrani, úgyhogy megvárta, megérte várnom, nyertem. Még játszhatjuk, de nyertem. Nos, ez volt a hotel végigjátszásom. Sikerült a végigjátszás során 2 épületet felhozni. Igen, némi rossz indulat azért pár lőgetből a játékból. Én soha ennyire nem unatkoztam játék alatt. Pedig ez csak mennyi volt? Az elmúlt pár év során. Ha nem bánjátok, tovább nem is játszanánk. Igazából gratulálok Zolinak ehhez a Marvelous csodálatos győzelméhez. A fékezhetetlen agyvelődnek volt köszönhető. Jó sok kört mentetek feleslegesen. Nekem viszont, most nem azért, csak hogy tisztázzuk, kinek épült fel bármilyen is itt láthatóan. Például bejárattal, amiben senki nem lépett be, nekem. Köszönöm. A Nostalgia Bugi nagyon keményen dolgozik ebben a játékban. Amikor kibontottuk ezt a játékot és kipakoltuk ezeket az alkatrészeket, nagyon sok kellemes emlék bújt elő, nagyon sok videnpercet köszönhetünk ennek a játéknak annak idején. De így modern megközelítésből nagyon sokan hozzájárult ez a játék ahhoz, hogy ne vegyék komolyan a modern társas játékozást emberek. Nagyon sokan, amikor próbálunk kommunikálni nekik, hogy társas játékozással, társas játék népszerűsítésével foglalkozunk, akkor bennük is előjön ez a hotel emlék, és nekik már nem társul egy modern, sokkal komplexebb, mélyebb játékélményhez, és azt mondják, hogy a gyerekek, én be vagyok ott a társas játékozás ellen. Főleg az ilyen nagyon-nagyon-nagyon sekélyes, rettetesen gyengécske lábokon álló játékok miatt. Pénzmenedzsment, alig ha gyerekeket, hogyha pénzmenedzsmentet tanítanék, biztos, hogy nem ezt a játékot használom, sokkal több játék, sokkal okosabban használja ezt. Igen, persze, meg érdekes, mert jó régi játék, de szép színes, 3D-s alkatrészek vannak benne, a dobok lépek mechanizmus nagyon egyszerű, szóval minden adott ahhoz, hogy az ember jól érezze magát közben, és mégsem, tehát hogy én emlékszem, mennyire imádtam gyerekkoromban ezt a játékot, és most is visszajöttek ezek a vidám percek, de igazából most már rálátva, hogy a modern társas játékok mennyivel többet adnak lelkileg is, meg játékmechanikailag is, meg flowban is, azt kell, hogy mondjam, hogy ennyi kb. Elég is volt, bár tényleg nagyon nagy öröm volt elővenni. Nem tudom, biztosan nektek is van olyan játékotok, ami ilyen nosztalgiát vált ki belőletek, írjátok meg kommentben, nagyon kíváncsi vagyok rá. Igen, érdekes ebben a játékban, és most egyértelművé vett számomra, hogy a design, mint termék működött ez a játék. Igen. És 100%-ban, mint termék említésre mentő, és érdekes a díszleteivel, tényleg élményt felhúzni egy épületet. Nagyon szépen megszerkeztetek a tulajdonlevelek, kedvesek rajta a szimbólumok, nagyon sok kedves képes könyv dolgot idéz vissza. A színes. Jó minőségű, tehát még most is nézzük, mikor él lehet ez a játék, 20 éves? És sokkal, több, és sokkal szebb ez a játék, 22 éves, 97-es. 22 éves. Sokkal szebb, mint mai megjelenő, teszem azt, nem tudom mi más mondjak, például a Ravensburger játékok, a Carpediemen rettetesen begyulladtam, és még közelébe sem jár annak a termék minőségnek, és itt nem mint játék, hanem mint termékről beszélünk, annak a termék minőségnek, amit a hotel képvisel. Egy nagyon szép és gusztusos, ízléses játék. Igen. Úgyhogy köszönöm, hogy játszottunk vele egy kicsit.
kicsit clickbait volt a cím, és nem végigjátszás, csak játszást láttatok most. Igen. Reméljük azért, hogy tetszett, és egy kicsit visszahoztuk nektek is ezt a nosztalgikus hotel hangulatot. Írjátok meg nekünk, hogy mik azok a játékok, amikkel mostanában is még úgy játszanátok, vagy előhozza bennetek ezeket a gyerekkori társas játékos élményeket. Igen, ami mellett, ha elmentek a polcon, akkor éreztek egy pici kizsergés, hogy az ezüstó kincsét azt olyan szívesen azt szeretném. Írjátok meg ezeket a címeket, nagyon kíváncsiak vagyunk. Így van, köszönjük, hogy megnéztétek ezt a részt. Gyertek, csatlakozzatok hozzánk Facebookon is, illetve Instagramon is. Ide pedig iratkozzatok fel YouTube-ra, hogy értesüljetek az új részekről. Ha tetszett a videó, dobjatok egy nagy mosolygós lájkot. Remélem, hamarosan találkozunk, addig is jó játékokat. Sziasztok! Sziasztok. We'll be right back.